alig lehet észrevenni a fák mögött megbújó régi parasztházat, mely a Jászapátin található öt nádfedeles épület egyike. Az Urbán család felajánlásából került az önkormányzat birtokába, és jelenleg már egy futópályázat főszereplőjeként a múltja után a jövője is kezd körvonalazódni. 1850-ben még biztosan nem állt az épület a telekkönyvi számok alapján, de 1880-tól pedig már nem lehetett nádfedeles házakat építeni, így ebben a három évtizedben vélhetően az 50-es évek vége felé épült a házikó, mely jelenleg az egyik legöregebb épület a városban. Ezt az épületet Urbán István a tulajdonos ajánlotta fel az idei év tavaszán az önkormányzatnak, díjmentesen, amelyet el is fogadtunk bár ma még tulajdonképpen nagy értéket nem hordoz, inkább csak erkölcsi értéket, de úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan befektetés lehet a városnak, amely azt az értéköző munkát szolgálja, amelynek úgy gondolom, hogy mindig is próbáltunk az élére állni a településen. Öt darab náttetős ház van még Jászapátin, ez az egyik, pár már igen romos állapotban, és az önkormányzat úgy döntött, hogy a lehetőségei mentén szeretné ezt az épületet az utókornak megőrizni. Kérem szépen a járási tanács végrehajtó bizottságának tagjait, ha lehet, nekem is adják vissza ezt a kis náttetős házacskámat öreg napjaimra, ha talán eljön az idő, itt halljak meg, mert már 75. évemet betöltöttem. Részlet Urbán István a járási tanácsnak az 1950-es években írt leveléből, mely mutatja erős helyi érzelmi kötődését, ami még értékesebbé tette ezt a mentőprojektet. A kutatások szerint ez az egyetlen, ami eredeti nyílászáró az ablakon, a pipapántokból látható, és a többi az itt a, az évek során, vagy évtizedek, már majdnem évszázadokról is beszélhetünk, többi nyílászárót az cserélték, ez az ablak, ez nagyjából 170 éves itt. Megtaláltuk itt a hagyományos jársági építészet elemeit és néhány érdekességet is, masszív és nagy pincét, jókora kemence helyett, valamint olyan békebeli gerendákat, amit ma már nem lehet fellelni az építőiparban célirányosan kerestek és találtak is ennek megvalósítására egy pénzügyi lehetőséget az önkormányzatnál, a Teleki László Alapítvány által hirdetett a népi építészeti emlékek helyreállítására címzett forrásból 80%-os intenzitással támogatást lehet szerezni, melyre már be is adták a pályázatot. Szeretnénk egyfajta ilyen tanító jelleggel helyreállítani az épületet. A belső részeken bizonyos munkafolyamatok elvégzésétől el is tekintünk, annak érdekében, hogy megtekinthetőek legyenek a vályokkal történő falazás, a sártapasztás, a padlókészítés, a födémkészítés, tehát minden egyes építési elemet be is tudnánk mutatni majd, és aki érdeklődik a hagyományos építészet iránt, ennek úgy hiszem, hogy egyszintű is van ma, az itt el tudja sajátítani meg meg tudja nézni, akár ki is próbálhatja. Így a tervek szerint hamarosan oktatási célal itt egy tájház jöhet létre, mely a népi építészet bemutatásán túl a máig remek szigetelési tulajdonságokkal rendelkező vályokból vert házak építési előnyeire is jó példa lehet.